Üdvözlöm a kedves nézőket, Fejős Ádám vagyok. Ma is és holnap is erősebben felhős időszakok jellemzik a Kárpát-medence időjárását. Ez a frontrendszer, ez az egyébként kettős fronti csapadék érte el a térséget, és okozza a mai változékonyságot. Holnap viszont már ez a frontrendszer okoz tartós esőt, helyenként akár egy-egy zivatar is jöhet, de ne szaladjunk ennyire előre, nézzük meg, hogy mi várható ma, hiszen a veszélyesebb időjárási jelenség egyértelműen a mai naphoz köthető. Ami a csapadék formát illeti, és erről szeretnék inkább beszélni önöknek, az ónos eső nagyobb területen, délen, délkeleten, majd keleten lehet a jellemző, viszont ahogy haladunk előre az időben, úgy a hőmérséklet is emelkedik, és ahogy átlépi a fagypontot, az ónos eső klasszikus esőbe vált, viszont ebben a térségben elsősorban a délkeleti országrészben, illetve a Partium déli területein, majd később esetleg észak felé haladva is előfordulhat további vegyes halmazállapotú csapadék. Nem kizárt, hogy ez havas eső lesz, viszont az ónos esőnek is megvan még a kockázata. Az erdélyi területeken, illetve nyugaton, északnyugaton azért szakadozottabb lehet a felhőzet, és ott a hőmérséklet akár a 3-4 fokot is elérheti, általában fagypont közelében, északkeleten az alatt lesz a hőmérséklet egész nap gyakorlatilag. A folytatásban még tart a nedvesebb léghullámok érkezése, kedden sokfelé kiadósabb mennyiségű eső, illetve záporeső is lehet délnyugaton, akár egy-egy zivatar is előfordulhat. Szerdától kezdve a nagyobb mennyiségű, tehát a szervezettebb csapadék valószínűsége egyre inkább csökken, záporszerű csapadék még lehetséges, és csökken is a felhőzet, illetve szakadozik, viszont a légmozgás marad erős, szerdán viharos lökések is kísérhetik majd az északnyugati szelet. Pénteken ismét több lesz felettünk a felhő, de ennek ellenére a hőmérséklet számottevően emelkedik, 5 és 11 fok között alakul majd a hónap utolsó napján, és innentől kezdve tovább melegszik majd az idő. Felhőtlen időtöltést kívánok, viszontlátásra!